Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díja minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a felvétel február 24-én jelenik meg. Ezen a napon telihold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll egymással. Erről készítettem egy extra videót. Ami érdekes, hogy az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz, megbízható számítás, ez a teli hold az oroszlán jegyében van, mégpedig a Magha holdházban. Ez egy érdekes holdház, hiszen e felett a holdház felett Regulus csillag uralkodik. Regulus csillag az egy királyi csillag, és korábban mindig úgy mondták, hogy Regulus az a királyoknak, meg az uralkodóknak a csillaga. Tulajdonképpen Regulus nem más, mint az oroszlán szíve. És ez áll most itt a középpontban. Ilyen szívügyek. Én ezt mindig összehasonlítom egy kincses ládával, hiszen fontos, hogy kinyissuk ezt a kincses ládát, a szívünket, és belenézzünk abba, hogy mi az, amit szeretünk, kedvelünk, vagy ki az, akit szeretünk. Ez lehet párkapcsolat, ezek lehetnek családi kapcsolatok, vagy egy hobbi, vagy a hivatás, itt szívügyekről van szó. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata. Itt látható a bíró, és itt vagy egy bírósági ügyről van szó, vagy benne van ő egy bizonyos helyzetben, amit ő igazságtalannak lát. Itt látható a közeledés, egy találkozás, a szerelem kettőtök között, de van egy harmadik személy a háttérben. Itt a képen egy férfi látható, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is a háttérben. Ez lehet egy nő is, aki figyel benneteket, aki féltékeny rátok. És lehet, hogy ez a helyzet tűnik számára igazságtalannak. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a férfi szerelmes beléd. Sőt, itt megjelennek nála a gondolatok. Gondol rád. Vagy szeretné azt, hogy te gondolj rá. Vagy elgondolkozik ezen a helyzeten, hogy ki van a háttérben, ki ez a féltékeny személy, vagy irigy személy. Miért van ez a hamisság? És mit fog tenni? Itt látható egy üzenet. Útban van hozzád. Vagy ír neked, vagy felhív téged, vagy meg akar látogatni. Minden esetre látható itt az öröm. Lesz egy szerencsés fordulat. Te is örülni fogsz, hogy jelentkezik. Mi fűz össze benneteket? Az itt látható középen. Ezt mutatja a magyar kártya. Ezt a férjem készítette. Én tavaly elmeséltem neki, hogy Magyarországon, sőt, ahogy én tudom,
gondolom, hogy Romániában is így van, illetve Székelyföldön, hogy ott is van ez az úgynevezett rovás írás, és én erről beszámoltam, ő pedig német, és ismeri a rúnákat. Összehasonlítottuk. A rúnákat a rovás írással van hasonlóság, és így jött az ötlet, hogy ő elkészítette ezt a magyar kártyát, a rovás írást. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt az I betű látható. Most elgondolkodhatsz azon, mit jelent számodra ez az I betű, és örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. Ez lehet valakinek a neve, például Irma, vagy Ilona, vagy Imre. Ez lehet egy helység is. Én ugyan eltöprengtem azon, hogy melyik helység kezdődik I betűvel, de megmondom őszintén, nem jutott eszembe semmi. De leírhatod a kommentárba, ha te tudsz helységet, egy várost, vagy egy falut, ami I betűvel kezdődik, vagy egy tavat, vagy egy folyót. És ez lehet egy fogalom is, mint például igen. Ha felteszed a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, akkor a válasz itt egy igen, tedd meg. És itt van a régi rovás írás, és ennek van szimbolikus jelentése is. Itt ez az egyenes vonal jelenti az élet utat, vagy a tiédet, vagy az övét, vagy mindkettőtökét. Ez egy egyenes irány, egy egyenes út, de itt van egy kereszteződés, mert valaki közeledik hozzá, vagy hozzád, de azt is jelentheti, hogy kettőtök között van a közeledés, és lesz egy találkozás. Itt ezen a képen látható a német vagy germán rúna, és hasonló, mint ez a szimbólum itt a másik képen, tehát van hasonlóság, és a rúna szerint ez a szimbólum azt jelenti, hogy most eljött annak az ideje, hogy legyen egy új kezdet, hogy döntéseket hozzatok, hogy legyen változás. És most megmutatnám a napi energiát, az itt látható. Itt ez a hölgy kezében tartja ezt az érmét, átnyújtja. Ez az érme lehet a pénzügyi dolog, vagy a hivatás, a munkahely, hiszen ez összefügg. Ez lehet egy jó ajánlat, az is lehet, hogy cselekedni kell, az anyagiakat rendezni, de ez az érem jelenti a belső értékeket is, hogy ő is nyújt számodra valamit, ami értékes lehet számodra, vagy te is nyújthatod ezt, és akkor itt megvan a bizalom, a megbecsülés, hiszen értékelitek egymást. Ez a kép jelenti a föld elemét is, hogy most eljött az ideje annak, hogy legyen változás, és itt a terveket meg lehet valósítani, hiszen a föld eleme jelenti a reális dolgokat. És ez volt a felvétel, örülnék neki, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, ha tetszett a videót, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Azon kívül örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!